A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a Fehérvári Beszélgetések vendége Srenk Rita Anna, akinek hát annyi minden titulust tudnék adni, mondjuk festőművész, tanár, a Kondorkör vezetője, de egyébként meg a Gorzium Diák Színpadban is jelentős szerepet töltesz be. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát el is mondtam itt, hogy tényleg egy nagyon sokszínű egyéniség vagy, nagyon sok mindent csinálsz, mellette pedig hát 3 gyermeket nevelsz is, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a 25 perces beszélgetést, ezt így veled ki fogjuk tudni teljesen tölteni. Ugye mondtam, hogy festőművész vagy, ez lesz az első része, amiről egy kicsit így beszélgetünk, hogy hogyan is kezdődött neked így az alkotás, de egészen konkrétan odáig szeretnék visszamenni, hogy hol is nőttél fel, hol tanultál, és hát hogyan kezdődött az érdeklődésed így a képzőművészet iránt. Székesfehérvári születésű vagyok, és az Énekzenei Általános Iskolába jártam, ami egy nagyon jó kis védett közeg volt, és nem voltam annyira erős zenéből, hogy ebbe az irányba menjek tovább, de nagyon jó alap volt, és azért is örülök, hogy a gyerekeimet is utána ebbe az irányba tereltük. Hogyha nem is lesznek zenészek, de azért a zene az egy ilyen, mint a művészetek általában egy ilyen nagyon jó alap lehet, és hát nekem is az, hogy 7 évig zongoráztam, az, hogy kórusba énekeltem, vagy hogy néptáncoltam, azért ezek nagyon sokat adtak. Aztán akkor indult a zeneiben a középfokú képzés, amikor 8-as voltam, de a Tópartiban is akkor indult a rajzos képzés, tehát a Tóparti művészeti tagozata akkor indult, és Pinke Miklósnak a Kondor körébe jártam felkészítőre, és hát felvettek. Úgyhogy a grafika volt akkor a vágyam, és ezen a szakon végeztem. Bocsánat, hogy közben itt megállítalak, csak viszonylag közel nőttünk fel egymáshoz, egymástól, mert ugye néhány ház választott el egymástól bennünket, és nem tudtam például, hogy te a Kodályba jártál, ugye általános iskolába, úgyhogy ez most nekem ilyen meglepő információ volt még az előzetes beszélgetés alapján, és hogy az, hogy valaki elkezd a Kodályba járni, ugye ott azért elég nagy dózisban kapjátok a zenei műveltséghez való dolgokat, de hogy hogyan kerültél aztán tényleg egy a képzőművészethez? Tehát, hogy így a zenében úgy vetted észre, hogy mégsem az a te utad? Nagyon szerettem rajzolni már egész kisgyerekként is, tehát ez egy ilyen nagyon kikapcsolódás volt. Meg a húgomnak volt egy napközis tanítója, Zsuzsa néni, aki csodálatos pasztelrajzokat csinált, és amikor így bementem hozzájuk délután, én már végeztem mondjuk, és akkor nekiültem én is ott velük alkotni. Talán szakkört is tartott, de nem is emlékszem biztosan, hogy ez szakkör volt, vagy csak a napközibe bementem én is a húgom miatt, de ott varázsolt el, azt hiszem, igazán ez a dolog, és felső tagozatban Ottó bácsi volt a rajztanárunk, aki meglátta azt, hogy így szívesebben veszek részt aktívan a rajzórán, és akkor elkezdte pályázatokra küldeni a munkámat, ami meg sikerélmény volt, sokáig a suliban kinn is volt az egyik ilyen pályázati munkám, így az aulában, úgyhogy ezek azért ilyen biztatások voltak. És a szüleim szerettek volna inkább talán nyelvi tagozat fele terelni, de én meg azt éreztem, hogy inkább valamilyen szabadabb alkotós dolog. Kicsit lutri volt egyébként, tehát nem tudtuk, hogy mi lesz ebből. Volt egy kis félelem is, hogy jó, most indul ez a képzés, de hát ki tudja, hogy ez hova vezet, meg lehet-e innen más irányba tovább tanulni. De egy nagyon erős képzés lett belőle. És akkor ugye Tópartiban tanultál, akkor ezek szerint legalábbis olyan művészetet gondolom én ott tanultad, és akkor már elkezdődött a Kondorkörben a te művészeti utad?
Nem, érdekes volt ez, hogy akkor nem jártam a Kondor körbe, mert hogy akkor heti két nap csak rajzos meg grafikus óráink voltak, és hát Pinke Miklós tanított továbbra is, tehát heti 8 órát eltöltöttem vele hétfőnként a rajzos napunkon, és akkor Végvári Beatrix volt a grafikatanárom, akivel meg minden kedden 9 óra grafika volt 4 éven keresztül, úgyhogy akkor nem éreztem szükségét annak, hogy még így pluszba alkotókörbe járjak. Néha voltak házi feladataink is, tehát azért különben is kellett foglalkozni a dologgal, úgyhogy ez így kimaradt. Viszont nagyon érdekes dolog, hogy amióta átvehettük a Kondorkör vezetését két kedves kollégámmal, Szűcs Angélával és Nemes Mihály Erikával, akikkel azóta nagyon jó barátok is lettünk, azóta az a tapasztalatom, hogy azért sokan vannak olyanok is művészeti szakközépiskolából, akik azért eljárnak a Kondorkörbe, mert a felvételihez ez szükséges lehet. Nekünk még annak idején volt rendesen modellünk 11-12-ben a Tópartiban, de most már egyre inkább azt látom, hogy vagy nehéz modellt találni, vagy nem tudják úgy finanszírozni ezt, és ez a művészeti iskolákban probléma, és a felvételének meg követelmény az, hogy aktrajzot is tudjanak produkálni, vagy az emberi figurát, portrét, aktot megtanulják, és emiatt aztán hála Istennek sokan jönnek így a Kondorkörbe. Mennyien vagytok most ott a Kondorkörben, és hát hogyan van ez az alkotás, alkotó folyamat, ami ott zajlik? Hány órán keresztül találkoztok ott a diákokkal, vagy akiket így tényleg tanítotok? Hétfőnként 3-4-4-kor elkezdjük az alkotást a kicsikkel, de a kicsik között van nagyon kedves nyugdíjas alkotó is, aki a csendélet témát választja inkább az akt helyett, de elsősorban 7.-8-asoknak szánt felvételi előkészítő művészeti szakközépiskolába. De vannak egész kicsik is, tehát jöttek már hozzánk 6 évesek is. Ők azért nem maradnak benne sokáig, mert az egész kicsiknek még nem annyira sajátjuk ez a fajta valóságleképezés, de van olyan 4.-5-esünk, aki kiválóan hozza ezeket a képességeket. És másfél órát rajzolunk csendéletet, az a fő. És amikor lezajlik a felvételi időszak ilyenkor, tél végén, tavasz elején, akkor onnantól kicsit lazítunk a dolgon, és akkor kipróbáljuk az emberábrázolást is, krokizunk, portrézunk velük is, meg lehet szabad kreatív feladatokat is csinálniuk. És akkor utána jön a felnőtt szakkör, a 17:30 körül. Mind a gyerek szakkör, mind a felnőtt szakkör végén kipakoljuk a munkákat, és megbeszélgetjük, és mindig megkeressük, hogy mi az az érték, amit sikerült megvalósítani. Így aztán néha kicsit összecsúszik a kettő, mert a gyerek szakkör értékelése még tart, amikor már jönnek a felnőttek, úgyhogy itt találkoznak a kicsik a nagyokkal is. És akkor a felnőtt szakkörben meg 3x45 perc aktrajzra, aktfestésre van lehetőség. Mindenféle eszközöket biztosítunk, és akkor így szabadon kipróbálhatnak mindenféle technikát. Van, hogy két modellünk is van, úgyhogy egy nagyszerű lehetőség. És nagyon inspiráló is, mert hogy vannak lelkes amatőrök, vannak olyanok, akik szakmában vannak, vagy profik, újrakezdők, és van olyan, aki csak úgy maga örömére ezt így csinálja, és hát szerencsére sok olyan is van, akinek ezzel célja van, és művészeti felsőoktatásba készül. Ugye mondtam már itt az elején, hogy sok mindent csinálsz így az életedben, a magánéletedben, a munkádban. Ugye tanár is vagy, csinálod a Kondorkört is, közben a diák színpadot is, és közben 3 gyermeket nevelsz. Hogyan fér ez így egymással? Gondolom én, hogy ez az egyensúlyt ez adja meg az életedben. Hát a család, igen, az egyensúlyt. Hát az egyensúlyhoz azt hiszem, a hitem is nagyon kell, amit a családból hozok. Az Istennel való kapcsolatom, de az, hogy van egy nagyon megtartó családi háttér, az, hogy olyan nagyszülők vannak, akikre bármikor számíthatunk. Ők többet segítenének, mint amennyit kérjük, és annyira jó látni azt, amilyen szimbiotikus kapcsolatban vannak a gyerekeim egészen a kezdetektől, így a nagyszülőkkel. Ezért nagyon hálás vagyok. Enélkül nem menne. Egyébként az alkotás is úgy jött be nekem így már felnőtt családanya koromban, hogy a művészetterapeuta képzést elkezdtem végezni Pécsen, és akkor ott Szűcs Angélával megbeszéltük, hogy de jó lenne visszamenni Pinke Miklós szakkörébe néha alkotni, mert hogy annyira nehéz kiszakítani időt a hétköznapokból, és akkor a család bevállalta azt, hogy akkor hétfőnként a nagyszülőknél alszanak a gyerekek, mert hogy a férjem az egész napos munka után akkor negyedül kell a 3 gyereket ellátnia, és akkor én hétfőnként mehetek a Kondorkörbe, és akkor alkotok. És hát a következő évtől már mi vezettük a szakkört, mert Pinke Miklós akkor így felajánlotta a lehetőséget, mondta, hogy ő már elég régóta vezeti, és nagyon örül, hogyha át tudja adni olyannak, aki ezt így tudja folytatni.
a gondolkörön kívül otthon is alkotsz-e? Ha alkotsz, akkor ott van-e mondjuk egy szobád, ami csak erre van, hogy te akkor kipakolsz és dolgozol? Van is, nincs is. Mert hogy garázsunkban van egy kis 9 négyzetméteres műterem, amiben nagyon sokat még nem tudtam alkotni, mert télen a leánderek és a muskátlik telelnek általában ebben a helyiségben, és amikor végre kiköltöznek tavasszal, akkor általában valami rumlik költözik be a helyére, tehát valami raktárként funkcionáló hely lesz belőle, úgyhogy sajnos nem annyira. Nagyon rövid idő volt, amíg ott tudtam így alkotni. Akkor, amikor van valami olyan kihívás, amire így szeretnék készülni, egy Fehérvár szalon például, ami egy motiváció, hogy akkor adjak be rá valami új munkát, akkor azért a lakásban szoktam erre helyet találni. A gyerekek nincsenek otthon, és én otthon tudok lenni napközben mondjuk, akkor a nappali asztala azért elég nagy, fönn a padlástérben, ahol a hálószobánk van, ott azért van olyan asztalom, amin tudok dolgozni, föl tudok állítani egy kis tábori állványt, és akkor tud száradni rajta kép, úgyhogy meg tudom oldani, de tény az, hogy azért a hétköznapi teendők úgy be tudják szippantani az embert, akár az iskolai dolgokra otthon készülés, akár a háztartási dolgok, gyerekek körüli dolgok, hogy azért erre ritkán van lehetőség. Most volt először azt hiszem olyan, hogy amikor lehetőségem adott, hogy a Pelikánfészek padlás galériájával önálló kiállítást csináljak hosszú idő után, nem is tudom hány év után, azt hiszem 13, most így céltudatosabban kezdtem erre készülni, és szándékosan otthon alárendelni akár a háztartási munkát, meg a mindent, és kiszakítani erre, hogy tudjak készülni. Igen, nem olyan régen nyílt meg ugye a félúton címkiállításod a Pelikánfészek padlás galériájában, ami azt hiszem, hogy május közepéig meglátogatható, tehát még meg lehet nézni ezeket. Igen. A képeket. Elég érdekes ez, hogy tényleg a félúton, tehát a címe is, a címválasztás is, másrészt ugye a képek, amiket ott kiválasztottál. Milyen képeket válogattál a kiállításra? Azt hiszem, hogy úgy tudnám csoportosítani, hogy kétféle típusú kép van. Az egyik az a kondorkörben készült aktrajzok, festmények, többsége talán pasztellel, egy-kettő szénnel készült. Olajpasztellel is dolgozom szívesen, egy ilyen könnyű haladós dolog. Ugye sokszor a kondorkörben az van, hogy hát azért tanítunk is ott, bár szabad alkotókörről van szó, aki nem kér instrukciót, arra nem erőszakoljuk rá, de azért sokszor van, hogy nem nagyon tudok leülni, és akkor van, hogy csak egy órát, vagy egy másfelet. Akkor azért praktikus az, hogy van egy színes papír mondjuk, háttérre talán kevesebb energia kell, de hogy mégis valamit én is csináljak. Tényleg sokszor olyan inspiráló a beállítás, látom azt, hogy elkezdenek lelkesen dolgozni, és akkor bevonódok. Nem mindig jön össze. De egyik része ez a kiállított munkáknak. Másik része az meg, hát azok a munkák, amit most így elkezdtem kicsit ilyen irodalmi ihletésből, vagy irodalmi művek illusztrációjaként, parafrázisaként, nem is tudom, hogy mondjam, mert hogy nem direkt illusztrációk, de az adott általam szeretett mű, általam kiemelt vagy szeretett sorához a saját benyomásom, akár életből vett élmények, és akkor ezek ahogy így működnek együtt a vásznon. Ugye mondtad, hogy 12-13 éven keresztül nem is volt kiállításod, és aztán tényleg ezt a félúton címet kapta. Most érezted úgy, hogy most tartasz ott az életedben, hogy ideje egy kicsit megmutatni magadat újra a közönség előtt? Igen, azt hiszem. Azt hiszem, hogy így van. A félúton ez ugye fakad a koromból, erről már beszéltünk, és mellette félúton érzem azt is, hogy a korábbi vasárnapi festő, műkedvelő festőből egyre több időt tudok és szeretnék szánni alkotásra. Úgy érzem, hogy vannak gondolatok, amiket szeretnék így megosztani, és ugye erre tudatosan szánok időt. És ebbe vagyok most félúton, hogy kialakítsam annak a rendszerét, hogy ez mekkora helyet foglal az életembe. Tehát most már határozottan kézzelfoghatóan nagyobbat, mint évekig. És akkor itt visszakapcsolódnék ahhoz, hogy amikor az elején bemutattál és soroltad, hogy mikkel foglalkozom, azt mondtad, hogy festőművész vagyok. Ezt én nem tudom így magamról kimondani, mert hogy
ba nőttem bele, vagy ahhoz szocializálódtam, vagy a korábbi tanáraimtól azért sokszor hallottam olyat, akár másokra mondott ilyen éles megjegyzésekkel, hogy önjelölt művész. Nekem nem művész diplomám van. Tehát Pécsen végeztem a vizuális nevelőtanár szakon, és rajztanári diplomám van, illetve művészetterapeuta diplomám. Meg van még mellette két másik tanár szakom, tehát az olasz meg a hittanári. És ez a címkét, hogy festőművész, ezt így nem adja. Persze felmerül az a kérdés is, hogy sokan vannak akár a Fehérvári Művészek Társaságában is olyanok, akik nem művész diplomával, hanem az életútjuk, a munkásságuk, a munkáik értéke jogán vannak ott, ahol vannak. És akkor szeretném azt hinni, hogy ennek tükrében elérkezik az az idő, amikor azt mondhatom, hogy igen, festőművész vagyok, de végül is festő vagyok, mert festek. Tehát ez így igaz. Aztán, hogy művésze, azt meg ítélje meg az, aki akarja. Csinálom, mert jól esik, csinálom, mert szeretem. Aztán majd meglátjuk. Egy biztos, hogy a művészetek azok közel állnak hozzád. Ugye mondtad is, hogy a képeidben is ott van valahol az irodalom. És tudom, hogy 20 évvel ezelőtt forgattunk egyszer együtt, és akkor is egy irodalmi est volt, ami például ott voltál és szerepeltél. És ugye, hát fontos dolog az életedben a Gorzium diákszínpad. Mióta létezik ez a színpad? Mi történik ott? Azért itt vissza kell menni egy kicsit az időben, hogyha válaszolhatok egy kicsit bővebben erre a kérdésre, mert hogy már a Toppartiban szavaltam, rendszeresen küldtek szavaló versenyekre, és egy ilyen versenyen találkoztam Bobori Zoltánnal, aki a zsűriben volt, és akkor kaptam is azt hiszem valamilyen külön díjat, és utána meghívott a látókörbe, és akkor hárman voltunk lányok a látókörbe, és rendszeresen csináltunk szerintem nagyon szép irodalmi esteket, vagy akár nemzeti ünnepekhez kapcsolódó műsorokat, és Bobori Zoltán is rendszeresen szerepelt velünk együtt, illetve a Sófalvi Katalin volt, akivel annak idején kitaláltuk azt, hogy a Ribillióba szervezzünk irodalmi esteket, mert hogy szívesen készülnénk az általunk szeretett, kedvelt költők munkájából, vagy kedvelt témákból, és ehhez Szombathelyről, mert akkor már Szombathelyre jártam rajszakra, és zenész barátokat hívtunk meg, és akkor nagyon hangulatos kis estek voltak szerintem. Aztán ez így abban maradt, talán egy évig, vagy szűk egy évig szervezhető, de nagyon jó élményként maradt meg bennem. És akkor, amikor az első Istvánba kerültem tanítani, kereskedelmi és közgazdasági szakközépiskola, akkor ott rajszakkört is vezettem, és az volt a tapasztalatom, hogy a rajszakkörben nagyon sokan jönnek úgy, hogy nem azért, mert annyira jó rajzosok, vagy azt szeretnék, hanem a társaság miatt. Mert hogy kell a közösség, mert hogy van feldolgozni valójuk, amit itt így itt tudnak kicsit feldolgozni, megélni, ventilálni, kapcsolódni másokkal, vagy eltereljék az otthoni problémákról a figyelmet, és hogy milyen jó lenne ehhez egy ilyen drámaszakkör, vagy színjátszó szakkör. És akkor egy kollégámat sikerült megfűzni, aki magyaros, hogy mégse legyek annyira egyedül ezzel, hogy azért nekem ebben nincsen semmilyen végzettségem, és akkor az elindult. És azóta is él egyébként az első Istvánban a diákszínpad, és akkor utána ezt a tapasztalatot az önéletrajzomba is leírtam, úgyhogy a Tópartiban megtaláltak ezzel a feladattal. Úgyhogy ott nem én választottam, hanem kaptam, de nagyon élveztem, és ott is csomó lelkes fiatal volt, és a Gorziumban meg nem volt ilyen. És úgy éreztem, hogy kéne, meg hiányzik, úgyhogy aztán a Gorziumosokkal tavaly elkezdtük, és hát most is egy nagyon tehetséges, lelkes csapattal dolgozom együtt, és hát megint készülünk az Atlantis programra, ami idén a Rómeó és Júlia lesz, és innen oda fogok menni éppen majd a Júlia próbára. A darabot azt te rendezed? Tehát a Rómeó és Júliát azt te választottad? Együtt választjátok-e ilyenkor a gyerekekkel vagy a diákokkal? Az Atlantis program az úgy működik, hogy sok iskola együtt vesz részt ebben, és akkor egy adott darabot feldarabolnak kis részekre, és akkor mindenki a saját részét dolgozza fel. Tehát azt készen kaptuk, úgy sorsoltuk, vagy úgy húztuk ezt a részletet. Nagyon tetszik egyébként, amit sikerült elnyernünk. És Lőrinc Zsuzsa a mentorunk, úgyhogy a rendezés az egy olyan koprodukció, amiben azért a gyerekek is
benne vannak. Tehát abból indulunk ki mindig, hogy nekik milyen ötletük van, ők hogy oldanák meg, és akkor aztán azt próbáljuk valamiféle koncepcióba vagy keretbe így belepakolni. És Zsuzsa is ebbe úgy érzem, hogy nagyon jó partner, mert hogyha valami nagyon nem működik, vagy nagyon nem tetszik, neki természetesen elmondja, de ő is szívesen épít a gyerekek kreativitására, meg az ő tehetségükre, tudásukra. Ez az első nagyobb dolog, amit feldolgoztok, vagy már volt, hogy már... Tavaly is benn voltunk az Atlantis programban, csak akkor nem egy darab volt, hanem aranyballadák, és akkor abból mi kaptuk a Zács Klárát, és akkor az egy ilyen kicsit önállóbb dolog, mert ugye az egy komplett történet, amit akkor abban a tizen pár percben meg kellett jeleníteni. Még mindig elgondolni se tudom, hogy így... hogy fér bele a család mellett ennyi minden az életedben, a kreativitás, a tényleg a művészet. Ugye nagyobbak már a gyerekeitek, nektek is, a férjed meg zeneiskolában dolgozik. Mi van a gyerekekkel? Tehát, hogy ők milyen úton indultak el a művészetek terén? Boldizsár fiam, vele találkoztál a nyáron, amikor a királynapok keretén belül a múzeumnak az udvarán a együttesével a Vintage önálló koncertet adhattak. Ő a Hermannban kezdett tavaly tanulni, nagyon lelkes, nagyon elkötelezett ezen a zenei vonalon. Klarinéton kezdte, és úgy adódott, hogy most szaxofonon folytatja, és a klasszikus vagy komoly zene mellett a jazz fele kezdett el most nyitni. Ugye a Vintage annak idején ott nyáron egy Queen emlékkel koncert volt, de most egyre inkább a jazzes vonalat próbálják ezzel is így folytatni, de játszik a fehérvári fúvószenekarban, a Hermannak a diákokból álló fúvószenekarában is, meg megtalálják egyéb lehetőségek. Például a kiállítás megnyitómon is ugye ők zenéltek. Panna lányom meg most 8-as, és hát nagy kérdés volt, hogy merre menjen tovább, mert szerintem legalább annyira tehetséges rajzban, mint zenében. És érdekes, hogy a rajz az a kikapcsolódás neki, tehát hogyha van egy kis szabadidő, vagy van valami kis feldolgozni valója, akkor ő leül és alkot, és százszor kreatívabban, mint én. És mellette most úgy néz ki, hogy magánének szakra megy tovább a Hermannba. Lippikén meg ugye 12 évesen ritka genetikai betegség miatt sajátos nevelési igényű, tehát ő speciális iskolába jár, de a zenei fogékonyság neki is megvan, tehát abszolút a zene a nyelve, és nagyon szívesen hallgat is ilyeneket, meg aktívan részt is vesz. És tegnap, amikor gondolkodtam azon, hogy majd jövök ide, és akkor mikről lesz szó, akkor azért úgy eszembe jutott pont a Lippi kapcsán, hogy olyan dolgokkal foglalkozhatok, ami csodálatos. A képzőművészetek, az irodalom, a zenéhez is ugye kapcsolódom én is több szálon, meg én is elkezdtem énekelni most így felnőtt fejjel újra. És csak úgy magamnak, de tanulok rendesen Palóc Réka tanárnőtől énekelni. És hogy mennyire fontosak ezek a dolgok, és hogy ott van a kisfiam, aki nem szabályos fejlődésű, és hogy milyen terápiás dolog ez, hogy neki erre igénye van, és a tánc is, a mozgás például. Tehát, hogy fejlettségiből adódóan nem olyan ügyes, mint kéne, hogy legyen, hogyha szabályosan fejlődött volna, de hogy ha zenét hall, ahogy elkezd ritmusra mozogni, hogy ez milyen felszabadító, hogy nem tud figurálisan úgy kifejezni dolgokat, ahogy a korosztálya tudna, még az átlagos sem, de hogy mellette, hogyha lehetősége van színekkel maszatolni a papíron, akkor teljesen feloldódik, és elvarázsol, és bevonja, és leköti. Hogy mennyire bele kéne raknunk ezeket a dolgokat. Ugye sokszor készségtárgynak nevezzük ezeket, vagy hát még mindig él ez a szemlélet, hogy és vannak a készségtárgyak. És ezek mennyire fontosak lennének mindenkinek az életében? Igen, szóval bármelyik művészetet, hogyha nézzük, akkor az nagyon sokat tud hozzátenni az embernek a fejlődéséhez, meg az életéhez. Hát te meg aztán sok minden művészetben tényleg aztán otthon vagy. Egyszer benéznék azért hozzátok, hogy milyen egy ilyen kis művész család van az élet. Hangos. Hangos, de néha úgy érzem magam, amikor éppen pakolom be a mosogatógépet, vagy teregetem a ruhákat, közben meg a fiam fújja a szaxofont a lakás túlsó végében, hogy kimegyek a kertbe valamit tevékenykedni, és akkor kihallatszik, hogy mint hogyha valami
francia művészfilmben lennék, vagy nem tudom. Tehát, hogy az egész olyan, olyan... Tényleg ez az én életem. Jó így rácsodálkozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál itt a fehérvári beszélgetésekben, és egy kicsit jobban megismerhetek én is téged, és a nézők is téged és a művészeteket, amiben azért te már otthon vagy. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések vendége Srenk Rita Anna, festőművész, tanár és a Kondor körvezetője volt. Többek között ezeket a titulusokat kapta meg tőlem. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.